Ebben az évben immár 28. alkalommal tárta ki kapuit a Fehova. A régió legjelentősebb fegyver, horgászati és vadászati eseménye remek alkalmat teremt arra, hogy a szakmabeli vagy civil érdeklődők újfent találkozzanak egymással. Az Országos Magyar Vadászkamara nyilván örül minden olyan lehetőségnek, amit a pandémiás helyzet enged, annak terén, hogy a vadászokkal, az általunk képviselt 68 ezer vadásszal találkozzunk. A tavalyi évben túl vagyunk egy világkiállításon, egy sikeresen megrendezett világkiállításon, ami óta eltelt egy megfelelő idő ahhoz, hogy egyrészt a világkiállítás hozadékát, szakmai eredményeit értékelni lehessen, másrészt pedig nagyon fontos az is, hogy az előttünk álló feladatokra koncentráljunk, és a vadászkamara az olyan jellegű szolgáltatásait bemutassa, amelyek az elmúlt években megújításra kerültek. A tavalyi év egy böjtje eredményezi azt, hogy ilyen jó hangulatban sikerült az idei Fehovát megrendezni. Részünkről két irányból is közelítettünk, egyrészt a Helikon Kastély Múzeumnak a preparátumaival segítettük a kiállítást, másrésztről pedig Hidvégi Béla alapítványon keresztül is érdekeltek vagyunk. És hát mindig a központi részen volt a kiállító helyünk, és ide mindig szívesen érkeznek a látogatók. És öröm olyan vadásztársakkal és egyéb érdeklődőkkel találkozni, akik a tavalyi évben sajnos nem futottunk össze, és én úgy gondolom, hogy ez az idei év, ez kárpótol bennünket is. Ha valaki körülnéz, a hangulaton is lehet látni, hogy sokkal felszabadultabbak és valahogy közvetlenebbek az emberek a Keszthelyi Vadászati Múzeumban. Azok a diákok, akik második, harmadik foglalkozásra jönnek, egy teljesen más hangulatban érkeznek, föltesznek olyan kérdéseket, amire már öröm válaszolni. Nem egy átlagos kérdés. Tehát ez azt jelenti, hogy foglalkoznak vele, utána néznek, és érdekli őket. Egy vadász számára evidens a természet védelme. És ezt nem csak hangoztatni kell, hanem ezt át kell plantálni. Mi ezen mesterkedünk, és jók az eredmények. Büszkén mondhatom. Az esemény forgatagában nagy örömünkre műsorunk heti vadvilág rovatának alkotójával, Blaumann Ödön vadfilmes kollégánkkal is találkoztunk. A magyar nagyvadfajoknál jellemző az aggancs, ami engem személy szerint hajt. Minden bikának, minden vaknak más az aggancs. Akkor vannak az év folyamán jövő, minden évben ismétlődő események, vad életében aggancsnövesztés, hullajtás, vagy párzási időszakok. Mind ad egy olyan pluszt, ami miatt mi vadász, fotós, filmes emberekkel indulunk, mert nekem minden bika egy csoda. Afrikába elmegyünk, látunk egy impalát, minden impala egyforma, egy kapferbival, mindegyik egyforma, kicsit nagyobb, kicsit kisebb szarval vagy tülkel a fején. De nálunk az események, meg az, hogy a vad nem szelid. Tehát itt mindig átkevernem a vadat, hogy valamit tudjak csinálni, mert ezek vadon élő állatok, tehát itt élnek a környezetünkben, a falvaktól 1-2 kilométerre, a városoktól pár száz méterre, de mégis annyira óvatos, hogy nem tudunk velük olyan körülmények között találkozni, és az életüket próbáljuk kiresni, és ez általában mindig nagyon látványos. Dr. Kun Edit festőművészt a pandémia okozta lelassulás nem gátolta alkotói tevékenységében, így friss műveivel jelentkezett az idei kiállításra. Témáimat illetően ide most teljesen új képeket hoztam, direkt úgy, hogy ha lehet, akkor ne is publikáljam sehol, hogy a közönségnek valamilyen szinten legyen meglepetés, és tőlem megszokott és magamtól elvárt minőség, de egy kicsit új formációban és új lelkülettel. Én úgy gondolom, hogy a világban semmi nem történik véletlenül. Én hiszek abban, hogy minden okkal és céllal zajlik. Az, hogy egy ilyen időszakon vagyunk túl, bízunk benne, hogy túl vagyunk rajta, ez is okkal történt. Én ugye teológusként is mondom, hogy a Jóisten akarata is talán benne van, hogy az emberek egy kicsit befele forduljanak, foglalkozzanak, akár családjukkal, közvetlen környezetükkel, lelki életükkel, egy alkotó ember az alkotásaival, és egy lecsendesedő időszakot adott. Nekem személy szerint nagyon nagy örömöt. Volt egy olyan mondás, hogy amikor ilyen különleges élethelyzeteket produkál a világ vagy az élet, akkor próbáljunk meg valami olyannal
foglalkozni, és mi is egy olyan élethelyzetet vigyünk bele, vagy újdonságot a mi kis világunkba, amit eddig nem tettünk. És ez arra is alkalmat adott. És ez alkalmat adott a festészetben is, ugyanennek a létrehozására.